Jó napot kívánok, szervusztok, sok szeretettel köszöntöm elsősorban a kedves kollégákat, akik, mint hallottuk, sokan nagyon messziről érkeztek. Ez a harmadik nemzeti köznevelési konferencia. Több mint három éve, lassan négy éve, hogy kormányunk megkezdte a működését, és mi magunk is azon dolgozunk, nem keveset, hogy a köznevelési rendszert a magyar jövő érdekében, a magyar gyerekek érdekében megújítsuk. Ezért nem kerülhetem meg azt, hogy ne csak a következő fél év, vagy egy év, vagy a megelőző fél év tevékenységéről számoljak be, hanem egy kis visszatekintést is tegyek, arra nézve, hogy mi történt az elmúlt harmadfél évben, és hogy mi várható a közeljövőben. Nos, nézzük először is, hogy mit örököltünk, amikor 2010. júniusában megkezdtük a köznevelési rendszernek az átalakítását. Hát nyilván nem üres osztálytermeket, mint ahogy ez a kép mutatja, de elég sok problémát, hiszen gyerekeket és pedagógusokat örököltünk, hála jó Istennek, hogy hivatástudattal rendelkező, ám eltérő körülmények között, sokszor nagyon nehéz körülmények között dolgozó pedagóguskart, akik, mint mindenkorban tették a dolgukat, és bizony sokszor nekik köszönhető önöknek, nektek kedves kollégák, hogy a nehézségeket is át tudtátok hidalni, és a közoktatás rendszere működött minden baj ellenére, sokszor elfedve azokat a problémákat, amelyek bizony voltak, és amelyeket világosan láttunk. Megengedhetetlenül nagy különbségek voltak, mindmáig vannak az iskolák között, bár ezek szűnőben. Ezeket a különbségeket nem csak a PISA jelentés mutatta meg, mi magunk is tapasztaltuk, sokszor a gyerekek iskolába hozott különbségei nem nőttek, illetve nem csökkentek, hanem maradtak, néha még nőttek is. De nagy különbségek voltak az iskolák adottságai, szakmai munkája, szakmai irányítása, fenntartása között. Ez nem jó, hiszen egy államnak arról kell gondoskodnia, hogy minden felnövekvő állampolgára azonos színvonalon, magas színvonalon tanulhasson, hogy ne határozza meg egész élet sorsát az, hogy hová született és milyen iskolába járt. Ezeknek a nagy különbségeknek számos oka volt, például az is, hogy hiányzott a rendszerből a külső ellenőrzés. Mint tudjuk, mindannyian 1985-ben megszűnt a szakfelügyelet, amely egy így úgy, de mégiscsak pozitív eredményeket és felmutató módon működő rendszer volt, és bizony eltelt 28 év anélkül, hogy külső objektív szakmai ellenőrzés lett volna. Eléggé valószínű és nyilvánvaló, hogy ez hozzájárult a köznevelés eredményeinek a romlására. Háttérbe szorult a nevelés, oktatás központúvá, mégpedig kompetenciafejlesztés központúvá vált az oktatás, különösen az utolsó évtizedben, és azok a nevelési problémák, amelyek megmutatkoztak az iskolákban, mitől ország szerte, nemhogy enyhültek volna, hanem inkább roblottak, erről szóltak az utolsó évtizednek a sajtóhírei, statisztikái és jelenségei. És mindemellett, ami nagyon fájó, hiszen az iskola rendszernek a legnyilvánvalóbb feladata mégiscsak az emberi elmének a csiszolása, a szürke állomány magasabbra emelése, hát sajnos ezzel szemben a színvonal romlott. Ezt mutatta és mutatja minden nemzetközi felmérés is. 2013. december 3-án kellett szembesülnünk azzal, hogy gyakorlatilag 2000 óta a nemzetközi mérésekben Magyarország stagnál. Voltak ugyan néha hullám hegyek, de voltak hullám völgyek, és nem sikerült előre törnünk, miközben sok ország előre tört, és Magyarország legalábbis ennek a mérésnek az eredményeképpen az európai élvonal, sőt a világ élvonalnak az utolsó felében hullunk. Most ezen a helyzeten változtatni kell, mert az embernek a nemzeti önbecsülését nagyon rontja, ha azzal szembesül, hogy a magyar gyerekek teljesítménye nem igazán jó, aminek
persze ellentmond az a tény, hogy évről évre ott vannak a magyar diákok, a nemzetközi diákolimpiák győztesei. Ez sem ellentmondás, mert a PISA vizsgálat megmutatta, hogy a legjobbak változatlanul a legjobbak közé tartoznak, ellenben nagyon sok a gyerekek az ő eredményeik voltak. Nos, mit kell akkor tenni? Ehhez a munkához nem harmadfél évvel ezelőtt láttunk hozzá, hanem sokkal korábban, és megszámlálhatatlanul sok kolléga, szakember, szervezettel történt szóbeli, írásbeli egyeztetés, konzultáció alapján alakultak ki azok az elképzelések, amelyek ismertek már. Több mint 10 000 levelet válaszolt meg a köznevelésért felelős államtitkárság, az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet, az Oktatási Hivatal, és a számát sem tudom mondani, annak a sok 100 000-nél is több fórumnak, amelyet megragadtunk arra, hogy a konzultáljunk. És a konzultációnak nincs vége, hiszen nem lezárt folyamatokról beszélhetek. A köznevelés rendszere egy élő organizmus, ahol ugyan kialakultak a megújulásnak a keretei, de hát működés közben a gyengeségek, a működési problémák megmutatkoznak. Természetesen ezeket állandóan javítani és csiszolni kell. De még azért lássuk egy kicsit, hogy még milyen problémákkal szembesültünk. Sajnos csökkent a tanároknak a tekintélye. Nem részletezem, hogy mi minden vezetett ide. Sokan megtapasztalták és felpanaszolták. Nagyon sokan el is hagyták a pályát. Nem utolsó sorban emiatt, mert nem könnyű ezt megélni. Szétaprózottá vált a köznevelés rendszere, és gazdaságtalanul működött, miközben pénzhiány volt, túlköltekezést is tapasztaltunk, és megörököltünk egy olyan szemléletet, egy olyan irányítási filozófiát, amely az oktatás szolgáltatásnak értelmezte. Ez is egy létező, a világban több helyen meglevő szemlélet. Ezzel szemben a mi kormányunk arra az álláspontra helyezkedett, hogy az oktatás, a nevelés, az közszolgálat. Ebből adódik szinte minden változás, amit bevezettünk. A piaci szemlélettel párhuzamosan és abból következően megörököltük a szabályozatlan tanítási tartalmakat, a csak kompetencia alapú szabályozást. Megörököltünk sok-sok bezárt iskolát, megörököltünk elbocsátott pedagógusokat, a számuk az utolsó évtizedben 2010-ig 10 000-es nagyságrendre tehető, és hát megörököltünk tarthatatlanul alacsony pedagógus béreket. Most ebből következtek a megújulásnak a céljai és feladatai. A feladatokat mindig célokhoz kell rendelni, ezért talán sokan ismerik már ezt a felsorolást, hiszen több helyen előadásban ezeket elmondtuk, megmutattuk, de jó állandóan tudatosítani magunkban, hogy nem öncélú változtatásokról van szó, hanem mind a gyermekek, a fiatalok fejlődését szolgálja, a családok Magyarország jól létének, felemelkedésének, versenyképességének a fokozását szolgálja, és az oktatás mellé a nevelésnek a hangsúlyozását, annak a megerősítését. Mégpedig olyan értékrend mentén, amely következik az alaptörvényünkből, és következik az erkölcsi alapokat nem nélkülöző, józan, tisztességes emberek értékrendjéből. Ez a hármas értékrend ennek a legfontosabb eleme, a munkára alapozott élet, a családnak a tisztelete, és mint közösségnek a fontos támogatása, és a magyarságnak, mint nemzetnek a tisztelete. Az a nemzet marad fönt, amelynek az identitása erős, nem más nemzetek ellenére, hanem a jogos önazonosságnak az erősítése, érzelmi kötődése, nyelvünk őrzése céljából. Ez a hármas értékrend, amely persze sok egyébben kiegészíthető, ez már jelen van az iskolákban, hiszen 2012. szeptember 1-ével lépett életbe az új köznevelési törvény, amely ezeket megerősíti. Nos, célunk az, hogy kiegyenlítetten, egységesen, magas színvonal legyen lehetőleg minden iskolában. Na, ez nem megy persze varázsütésre, de hogyha a legkisebb iskolában dolgozó
tanárnak, tanítónak is ott van állandóan a tudatában, hogy ugyanolyan értékű és ugyanolyan színvonalú munkát végez és végezhet, mint a luxus körülmények közé épült iskolának otthonról jól eleresztett gyerekei, akkor azért van rá esélyünk, hogy ezt elérhetjük, mint ahogy sok országban el is érték, hogy nincs igazi különbség kistelepülés és nagyváros iskolái között. Többször utaltam a PISA vizsgálatok eredményére, bizonyára mindannyian tudják, hogy az egyik legfájóbb jelenség az, hogy Magyarországon ez a meghatározottság, ez a település, hogy honnan jön a gyerek, ez a meghatározottság, ez nagyon erős, és a különbségek hátterében felfedezhető. Ezért ez egy alapvető célunk, hogy a különböző településeken született és ott iskolában járó gyerekeknek az esélyei ugyanolyan jók legyenek, mint egy fővárosi, belvárosi iskolában. Célunk az, hogy a társadalmi elvárásoknak mindig megfeleljünk. Erre több példát tudok majd mondani, hogy ez azt hiszem, hogy elég jól működik, vizsgálataink, közvéleménykutatásaink is igazolják. Az igazságosságot kell szolgálnunk, hiszen az a társadalom boldog és egészséges, ahol az igazságtalanságnak a bűne nem gyötri az embereket. E felé kell törekednünk mindig, és hát a gazdaságosság is egy fontos eszközjelvelő cél, hiszen köztudottan Magyarországnak a gazdasági helyzete nagyon-nagyon labilis volt, amikor a kormányzást elkezdtük, azóta erősödött, jó tendenciák mutathatott ki az oktatási rendszer, a köznevelési rendszer része persze az egész társadalomnak, tehát mindez érvényesre. És mindezeket a célokat a minőség jegyében, mint alapvető hívószó jegyében szeretnénk megvalósítani. Ezek után azt szeretném nagyon gyorsan átfutni, hogy mit tettünk ezeknek érdekében. Az iskola rendszer irányítói, mint minisztérium vagy államtitkárság, a legfőbb feladatukat teljesítve megalkották azokat a jogszabályokat, amelyek a változások kereteit kijelölik. 2011. decemberében fogadta el az országgyűlés majdnem kétharmados többséggel az új köznevelési törvényt. Ezt követően megalkottuk az új nemzeti alaptantervet, amelyben visszatértünk a 2003-ig hagyományos tartalmi szabályozáshoz is, nem eltörölve és nem felülírva a kompetencia követelményeket, hanem a kettőt egyensúlyba hozva. Legalábbis ez volt a törekvésünk, ez a törekvés továbbiakban is, hogy ebből mi valósul meg az egyes tanítási órákon, az már önökön múlik, kedves pedagógus társak. A jó pedagógia évezredek óta a kettőt egyensúlyba hozza, az ismeret elsajátítás segítését és a kompetenciáknak a fejlesztését. NAT-nak ez az egyik fontos jellemzője, a másik az, hogy azokat az új ismereteket, amelyek a társadalmi igényekre felelnek meg, példaként említhetném mondjuk a gazdasági ismereteket, azokra két lehetőséget kínál, szabadóra keretben önálló tantárgyként tanítani, illetve, és ez az utóbbi, ez kötelező érvényű mindenütt, beépítve azokba a tantárgyakba, amelyekben logikusan helyük van. Ezért helyezem a hangsúlyt arra, hogy e tanévtől kezdődően, hiszen most indult el a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek szerinti tanítás, bizony elvárás minden kollégától, hogy a nemzeti alaptantervet alaposan ismerje, hiszen csak akkor tud a mindennapi munkában ennek megfelelően dolgozni. Segítettük az iskolák munkáját azzal, hogy olyan kerettanterveket adtunk ki, amelyek mint egy forgatókönyvszerűen segítik a tanév megtervezését, ezért a helyi tanmenetek elkészítéséhez és a helyi tantervek elkészítéséhez is lényegesen több segítséget nyújt, mint a korábbiakban. Mint tudjuk, a kerettantervek közüli választás kötelező érvényűvé lett, de miközben az iskolák a helyi tantervünkben ezt azért szabadon kiegészíthetik, módszertanilag alkalmazhatják. Ha viszont kötelező és egységes kerettanterv szerint tanít 10-100 000 iskola, akkor semmi sem indokolja, hogy 15 féle tankönyv közül választhassanak, hiszen
és ez megint egy fontos szakmai kérdés, vissza kell állítani azt a helyes logikai sorrendet, hogy az, amit tanítunk, amit a gyerek tanul, az a tanterben van benne, és nem a tankönyvben. A tankönyv közvetítő eszköz évszázadok óta, amely alapvetően a gyerek otthoni tanulását segíti. Sajnos a magyar pedagógiában, a gyakorlatban kialakult egy olyan nem helyeselhető gyakorlat, hogy a tankönyvet tanították sok helyen, miközben a tanter szerint szabadon, a pedagógus szabad interpretációja szerint kell tanítani, és a gyerek a tankönyvből ezt kiegészítheti, illetve megerősítheti. Ezért olyan tankönyvtörvényt alkottunk, amely megint csak az előbb említett céloknak a jegyében a tankönyv rendszert is megújítja, csökkenti a tankönyvek számát, mindezeket a kerettantervhez igazítja, és lényegesen mérsékelni fogja az árát, már a jövő tanévben ez érezhető lesz. A törvényben megalkottuk azt is, hogy az általános iskolában felmenő rendszerben térítésmentesen kapják a gyerekek a tankönyveket, az elsősök ebben a tanévben már ingyen jutottak hozzá, idén szeptemberben elsősök, másodikosok ingyen fogják kapni, és így tovább. Miközben azok a gyerekek, akik nehéz körülmények között élnek, és ezt a törvény pontosan szabályozza, természetesen a felsőbb évfolyamokon, meg a középiskolában is ingyen jutnak a tankönyvhöz. Óriási eredmény ez, hogy ebben az évben körülbelül 720 ezer gyerek kapott ingyen tankönyvet, ami hát nem kis költségvetési törvény. A jó iskolának a legfontosabb feltétele nem az épület, nem az eszköz, mindez persze nélkülözhetetlen, de a legfontosabb feltétele a kiválóan képzett, a jól kiválasztott, hivatástudattal rendelkező és a munkáját professzionálisan végezni tudó pedagógus. Ezért szükség volt arra is, hogy a pedagógus képzést megújítsunk, számtalan kritika érte, ezt nem soroltam fel a problémák, nem, mert ez évtizedes hiányt igyekszünk pótolni azzal, hogy a pedagógus képzést megújítottuk, röviden kétszakos lett a tanárképzés, egy éves gyakorlat fogja kiegészíteni a 4, illetve 5 éves elméleti képzést, a kiválasztást alkalmassági vizsgával segítjük, és a meglevő, a keletkezett a pedagógus hiányt, amely sajnos előállt, pótolni, illetve a pályára motiválni a tehetséges gyerekeket a Klebersberg képzési ösztöndíjjal vezettünk be. Ennek a hétnek az elején kaptak meg 437 első éves, már kétszakos, az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgató, a fejenként 25, 50 vagy 75 ezer forint per hó Klebersberg képzési ösztöndíjat, amit ők igényeltek, ennek fejében vállalták, hogy tanárként fognak elhelyezkedni. Miután az állam fenntartásába vette az iskolát, ezért az állami intézményeknek a pedagógusai és az óvodákat is igyekezték, a gyakorló intézményeket is, törvény erejénél fogva automatikusan a Nemzeti Pedagógus Kar tagjaivá nyilvánítottuk. A Nemzeti Pedagógus Kar egy önrendelkezéssel demokratikus módon működő szervezet lesz a törvény erejénél fogva. A szervezését egy háromtagú előkészítő bizottság megkezdte. Itt kell megemlékeznem nagy tisztelettel és kegyelettel dr. Dobos Krisztináról, akit gondolom, hogy mindannyian ismertek. Az Antal kormány közoktatási helyettes államtitkára volt, nem sorolom el, hogy mi mindent tett életében, és a múlt héten helyeztük örök nyugalomra. Az ő váratlan halála egy picit lelassította az előkészítő munkát, de helyébe lépett Körösiné dr. Merk Hilda, és teljes gőzzel folyik az első alakuló közgyűlés megszervezése. Kedves kollégák, akik állami intézményekből jöttek, nagy valószínűséggel a jövő héten meg fog nyílni a Nemzeti Pedagógus Karnak a honlapja, és ott szerezhetnek erről mindenféle információt, én itt részletesebben nem kívánok erről szólni. A pedagógus életpálya talán az egyik leglátványosabb eleme a megújulásnak, amely magán hordozza azt a
határozott egyértelmű kormányzati szándékot, hogy a pedagógus társadalom Magyarországon ismét az egyik legmegbecsültebb társadalmi réteg legyen. Ehhez az kell, hogy a munkáját szabályozza, az állam ellenőrizze, értékelje és a pedagógusokat megfizesse. Nos, ennek jegyében történik és történt az a béremelési sorozat, amely szeptember 1-jével indult. Átlagban eddig, tehát az országos átlag, ez persze a minimumot és a maximumot is magában hordja, de átlagban 50 ezer forint nettó fizetés jön ki az eddigi pedagógus béremelésből, folytatása következik szeptemberben, jövő év januárjában és így tovább. Számtalan fórumon, sajtótájékoztatóan adtunk erről is hírt, úgyhogy talán ne engedik, hogy ezt részletezzem, hiszen itt pedagógusok vannak, mindenki utána tud számolni, hogy mennyivel növekedett tavaly augusztus óta a fizetése, de a február elejé fizetést még nem vették föl, úgyhogy ezt még kalkulálják hozzá. Nos, összességében 120 jogszabályt alkottunk a 3,5 év alatt. Itt természetesen ezen a diaképen én csak a leglényegesebbeket soroltam föl, de nehéz is fejben tartani, hogy mi mindent, és megértem és tudom, hogy ez a nagy mennyiségű változás nem könnyű, de úgy érzékeltünk, hogy a problémák olyan mélyek és olyan súlyosak, hogy gyorsan kell lépni, hiszen minden elvesztegetett év egy-egy korosztálynak a lehetőségeit rontja. És hát a legfontosabb szabályokat sikerült megalkotni. Mi több, intézkedéseinknek a fogadtatása egyre jobb, ezt számtalan vizsgálattal, személyes látogatással, beszélgetéssel, fókuszcsoportos beszélgetéssel, mi több közvéleménykutatással is megerősítette. Na most milyen konkrét intézkedések szolgálják azokat a célokat, amelyek a megújulásnak a jellemzői? Itt sem fogok mindent felsorolni, mert nagyon sok van belőlük, de mégis a leglátványosabbakat és talán a legfontosabbakat. 3 éves kortól lesz kötelező óvodába járni a kisgyerekeknek 2015. szeptemberétől. Ez azért fontos, hogy a gyerekek ebben a nagyon érzékeny életkorban, amikor a legfontosabb képességeik, készségeik kialakulnak, a szókincsük fejlődik, a szocializációs készségük fejlődik, akkor olyan intézményes nevelésben részesülhessenek, ahol tudatosan erre képzett nevelők, szakemberek, azaz óvodapedagógusok segítik a gyerekek ilyen fejlődését. Nagyon sok országban, ahol óriási fejlődést mutatott az iskolarendszer az elmúlt években, pontosan ezzel kezdték, hogy minél előbb beterelni az intézményes nevelésbe azokat a gyerekeket, akik óriási különbségekkel rendelkező családi háttérrel lépnének be különben 6 éves korban az iskolában. Erre felkészültek, az elmúlt 2 évben már 12 ezer új óvodai férőhely létesült, és folytatódik az óvodaépítések, óvoda bővítések sorozata. 2015-re bizton mondhatom, hogy nem lesz probléma 3 éves korú gyerekek óvodai elhelyezésével. Az egészségnevelést, az akarati nevelést, a közösségért való tennitudást, az ember önmagát legyőzni képességét, és sok mindent szolgál a testnevelés, a sport, ennek számos jele van, megint csak évezredek óta tudjuk, ezt a célt szolgálja a mindennapos testnevelés. Tudjuk, hogy vannak még hiányok, hol nagyobb, hol kisebb, ezért majd a tennivalók között is vissza fog térni, hogy igen, nagyon komoly tornaterem és úszodaépítési programok kezdődtek és folytatódtak. Addig pedig hála és köszönet mindazoknak a testnevelő tanár kollégáknak, igazgatóknak, akik hát kreatív ötletekkel tudják áthidalni az infrastruktúra hiányából származó nehézségeket. Igen, jó a társadalmi fogadtatása, vagyis jól reagáltunk egy valós társadalmi igényre. Szülők tucatjai köszönik meg, hogy a gyerekünk egészségesebb, fegyelmezettebb lett. A nem testnevelő szakos kollégáknak mondom,
bár bizonyára ők is ismerik ezeket a kutatási eredményeket, hogy a rendszeresen sportoló gyerekeknek, akik komolyan veszik a sportot, a tanulmányi eredménye is javulni szokott amennyiben, de nem arról van szó, hogy csak meglógnak az óráról. Nagyon fontos változás az erkölcstan, illetve a hit és erkölcstan oktatás bevezetése ez év szeptemberétől. Hát elképesztően sok téves magyarázat kísért ezt, pedig a törvény szövege nem változott, és kezdettől fogva egyértelmű. A gyerekeknek kötelező erkölcstant tanulni, de ha ehelyett a hit és erkölcstant választják, erre a törvény megteremti a lehetőséget. Ez durván országos átlagban mintegy 50-50%-os választást eredményezett. Az igazgatóknak, igazgató kollégáknak kötelességük ezt elősegíteni, és a helyi egyházi személyiségekkel egyeztetve megoldani a beiratást. Van, ahol a gyerekek többsége hit és erkölcstanra jár, vallásos települések, mégis van, ahol ez fordítva van. Most számomra az egyik legmeggyőzőbb, nagyon pozitív, színbelengető élmény volt az elmúlt ősszel, amikor erkölcstan tanító kollégákat hívtunk meg egy ilyen fókuszcsoportos beszélgetésre, és engem is meglepett az a sok pozitív élmény és eredmény, amiről beszámoltak, csak biztatni tudok mindenkit, hogy tanuljanak egymástól, és az erkölcstan órákat tegyék továbbra is a élvezetessé, színessé, ahogy ezek a kollégák és sok szülő beszámolt. A közösségi szolgálat szintén a nevelési célokat szolgálja, és nagy sikere a megújulási törekvéseinek. A közösségi szolgálattal kapcsolatban gyakorlatilag semmiféle kritikai észrevételt ma már nem lehet hallani, azok, amelyek voltak, azok pedig csacskaságból fakadtak. Középiskolás kollégáknak mondom, hogy ne engedjék elharapózni a túlburjánzó adminisztrációt. Most dolgozunk azon a kormányrendeleten, amely még a részleteket szabályozza. Sajnos ezekre szükség van, hozzászokott az oktatás világa, hogy komolyan kell mindent szabályozni. Nem engedem azt, hogy itt napi, három éven keresztül tartó adminisztrációval terheljük az osztályfőnököket. A közösségi szolgálatnak a nevelési célja a fontos, az osztályfőnök ismeri a gyerekeit, szervezze meg úgy ennek a nyilvántartását, hogy nyugodt lelkiismerettel igazolhassa, hogy a gyerek az 50 órát teljesítette, az igazgató pedig bízzon meg annyira az osztályfőnökben, hogyha ez megtörtént, akkor kiállíthatja a papírt, hogy jelentkezhet érettségi vizsgára. Nem azt mondom, hogy nem kell ellenőrizni, de az agyonadminisztrálása egy ilyen tevékenységnek, amely pont azt a célt szolgálja, hogy elvigye a másokért való tenni akarást az önkéntesség irányába, mert ez a célunk vele, azt nem szabad megölni azzal, hogy naponta 10 perces izéket, cédulákat, papírokat töltetünk ki a gyerekkel. A pedagógiai hasznát nézzék ennek, és élvezzék azokat a pozitív beszámolókat, amelyeket az Oktatáskutató és Fejlesztőintézet honlapján évek óta lehet olvasni, hiszen a közösségi szolgálatot valóban önkéntes alapon nagyon sok iskola már megkezdte, sokan megkezdték. Több iskolának oklevelet tudtam átadni, akik már 100%-ig teljesítették, holott, mint tudják, egy nem kötelező 2016-tól lesz az érettségi feltétele. Új intézkedések sorában említettek meg olyan programokat, amelyek korábban nem voltak, ilyen a Határtalanul program, amelyben 10 000 számra vettek már részt tanulók, a számukat növelni fogjuk, és a költségvetési ráfordítást is, hogy a külhoni magyarsággal élő kapcsolatot tudjanak kialakítani a gyerekek. A testvériskolák program pedig olyan célokat szolgál, hogy különböző szociális körülmények között élő gyerekek iskolán keresztül egymást megismerjék, egymáshoz utazhassanak, ezt a felzárkóztatási felelős államtitkársággal közösen intézzük. A múlt héten éppen Nyergesújfaluban volt ez ügyben egy sajtótájékoztató. Nos, mindezt keretbe foglalja az a kulcsmondat, az a fontos üzenet, hogy az állami szerepvállalás azt a célt szolgálja, hogy a köznevelési ügyét közszolgálatnak tekintjük, mint utaltam rá,
az előbb korábbi rendszer szolgáltatásként értelmezte az oktatást. Én ezt már unalomig sokszor elmondtam, gondolom, hogy érthető a két kifejezés közötti különbség, a közszolgálat, az igényekre való felelősség teljes, egységes reagálást jelenti az állam részéről, míg a szolgáltatás azt jelenti, hogy ahány igény, annak kell egyenként szinte megfelelni, mi több a szolgáltatás kifejezésben benne van az is, hogy hát sok minden pénzért lehet megvásárolni. Most ennek a felfogásnak a jegyében az állam nagyobb szerepet vállal most már az egész köznevelési rendszerben. Ennek jegyében vettük át az iskolát a állami fenntartásban, egy éves születésnapját ünnepelte nemrég a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ, amelynek a működése nagyon sok problémát kiküszöbölt már. Kezdetben voltak döccenők, de meg kell, hogy mondjam, hogy az első pillanattól kezdve hősies munkát végeztek, hiszen tavaly 2013. január 1-én alakult meg formálisan, akkor léptek munkába a tankerületi igazgatók, és már egy csomó feladat indult a nyakunkba, miközben még munkatársaik sem voltak. Nos, az a fajta alázat és kitartó munka, ami a pedagógus társadalomnak a színe javát mindig is jellemezte, itt is megmutatkozott, mert a rendszert működtetni tudták, és mint mondtam, azóta nagyon-nagyon sok problémát megoldottak, és a tendencia egyértelműen pozitív. Változott az igazgatók jogállása, amelyben szintén a pedagógus társadalom nagyobb megbecsülése érhető tette. Az igazgatókat a törvény elejénél fogva, a tavalyi évtől kezdődően az oktatásért felelős miniszter, illetve átruházott hatáskörben a köznevelési felelős államtitkár nevezi ki. Ez a kinevezés, ez egy gesztus, ez egy üzenet. Ez azt jelenti, hogy az intézmények igazgatói a miniszternek közvetlen munkatársaivá válnak ezáltal, és teszik a dolgukat a törvény keretei között olyan szakmai önállósággal és felelősséggel, amelyben sokkal nagyobb teret kap innentől kezdve a pedagógiai munka, annak a koordinálása, ellenőrzése, mert a célunk az, hogy a Klebersberg Intézményi Fenntartó Központ belépésével az adminisztratív pénzügyi terheknek, műszaki terheknek a zömét, a nagy részét levegyünk az iskolák válláról. Tudok olyan iskoláról, sajnos, ez elég hiba, hogy ilyen még van, ahol még mindig fölösleges adminisztratív kimutatásokat és beszámolókat vár el a fenntartó az iskolától. Ez nem helyes, elég sokszor személyesen intézkedtem annak érdekében, hogy szüntessék meg például a 32 órás betartózkodásának a napi igazolását. Nem kell. Nem találnak egyetlen egy olyan jogszabályt sem, ami ezt előírja. Ez az igazgató felelőssége, kötelessége, hogy igazolja, hogy igen, ez teljesül. De hogy egy pedagógusnak naponta 10 percet kelljen azzal töltenie, hogy percre beosztva nyilvántartja a munkaidejét, ez helytelen. Ez igazgatói vagy tankerületi túlkapás. Minden ilyen esetről, amelyről értesültem, ott sikerült közbelépni és orvosolni. Mert a célt sosem szabad elfelejtenünk. A cél az, hogy a pedagógus a gyerekekért dolgozzon, az igazgató a gyerekekért dolgozzon olyan módon, hogy a pedagógusokat erre predesztinálja, illetve ezt lehetővé teszi számunkra. Ezek a régi mechanizmusok, amikor ilyen kéthetenkénti túlóra nyilvántartást kellett vezetni, és egyéb szörnyűségek voltak az adminisztrációban, ezek nem könnyen írthatók ki a kollektív emlékezetből, ezért nagyon fontos, hogy ki ismeri a jogszabályokat, és csak az a kötelező, amit egy jogszabály előírt, a többiben a kreativitás és a személyes felelősség az, ami segít irányt mutatni. És hát végül ismét itt van a Nemzeti Pedagógus Kar, amelynek a formális megalakulása a választások után e tanév végére tehetők, mint mondtam, a jövő héttől kezdődően a honlapról tájékozódhatnak a részletekről, és javaslom is, kérem is, hogy tájékozódjanak.
Nos, a megújulásnak fontos eleme az új pedagógus előmeneteli rendszer, amelyre már céloztam, nem fogom elmondani itt sem a részleteket, csak megismétlem, hogy egy 2013. szeptember 1-től kezdődő és jogszabályban rögzített módon 2017-ig tartó folyamat, amelyben minden problémát sikerült orvosolni, 11 fő kivételével 160 ezer pedagógus bére nőtt 2013. szeptember 1-től, idén januártól ez folytatódik, és a lépések kiolvashatók. Az új munkaidő szabályozást is úgy tűnik fel minden közvéleménykutatásunk és adatkérésünk alapján, hogy az általános iskolás tanárok nemhogy tudomásul vették, nemhogy megszokták, hanem azonosultak vele. Én átlagosan azt mondhatnám munkatársaimmal együtt, tehát többen legalább hetente egy alkalommal megfordulunk valamilyen iskolában, ahol rendszeresen beszélgetünk pedagógusokkal. Jó érzés azt hallani, amikor azt mondják, hogy eddig is így tettük, kicsit szervezettebb, kicsit nyilvánvalóbb most a dolog, de semmilyen új feladatot nem kaptak a kollégák. Ezért azok a hangok, amelyek úgy állítják be, hogy növekedtek a pedagógusok terhei, lehet, hogy szubjektívan néha így élik meg, vagy lehet, hogy elhiszik ezt a demagógiát, ezért ajánlom széles figyelmükbe, azt hiszem a 326/2013-as jogszabályt. Most nagyon büszke vagyok magamra, mert a számokat el szoktam felejteni, ezért megismétlem, 326/2013. Tessenek megnézni, hogy mi mindent kell és lehet a 32 órában végezni, ott egyetlen egy olyan feladatot sem találnak, amit eddig is végeztek a pedagógusok. Hát ha néhány helyen elblitzelték, akkor ők valóban valószínűleg úgy élik meg, hogy növekedtek a terheik. Tehát nincs tehernövekedés, csak munkaidőszabályozás, amely követi a világ legtöbb országában meghonosodott szabályozást, és ehhez járult egy nagyon jelentős fizetésemelés, amely folytatódik. Ezért tehát azt hiszem, hogy hűek, mondhatjuk, hogy hűek vagyunk, és törekszünk arra, hogy hűek maradjunk mindazokhoz az ígéretekhez, amelyekkel a kormányzás elején, akkor talán még úgy gondolták, hogy hitegetjük, most már remélem látják, hogy valóban nem becsüljük a pedagógusokat. A 32 órával párhuzamba állítható a délutáni történő nyitvatartás. Elképesztően sok pozitív visszajelzés jön szülők részéről. Engem is meglepett, egy kicsit reménykedtem benne, hogy ez fog bekövetkezni, de meglepett annak az aránya, hogy hány iskolától kaptunk olyan jelzést, hogy szeptember 1-e óta azon a gyerekek köréből is nagyon sokan bent maradnak délután, vagy visszakéretőznek, akik szeptember elején még úgy nyilatkoztak, hogy ők el akarnak kéretőzni a nem kötelező foglalkozásokról. Nagy hiba, hogy néhány iskolában a jogszabályok nem ismeretéből adódóan ezt úgy interpretálták a szülők gyerekek felé, hogy most már mindenkinek bent kell maradni. Ez nem a mi hibánk volt, ez megint egy félre értése, félre magyarázása volt a szabályoknál. Itt is mindig azért közbeléptünk, információt adtunk, kértük, hogy változtassanak ezen, mert nem helyes. És most azt halljuk hónapról hónapra, hogy növekszik a felső tagozatos gyerekek száma is, és ez azokban az iskolákban történik meg, ahol megérezték az egymellőre fejlő lehetőséget, hogyha valóban változatos, színes, gazdag, fejlesztő programok sokaságát kínálja egy iskola nyilván a saját lehetőségeihez mérten, akkor az jó a gyerekeknek, akkor hálás a gyerek, hálás a szülő, és akkor jól fog fejlődni a gyerek. Ennek a hétnek az egyik kiemelt témája volt, ide kapcsolnám, talán sokan látták, hogy figyeltek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkár asszonya tartott több helyen tájékoztatót arról, hogy micsoda iszonyú veszélyek leselkednek a gyerekekre az interneten keresztül, hogy hogy lehet kiszűrni a káros programokat, hogy lehet megóvni a gyerekeket azoktól a negatív hatásoktól, a Facebookon keresztül történt fenyegetésektől és egyebek. És bizony ott is elhangzott többször, hogy a magyar gyerekek 3,5 órát, én ennél
nagyobb számot is hallottam már statisztikusoktól, töltenek az internet előtt. Na most, ha a gyerek délután 4-ig ott van az iskolában, és ott élvezettel úgy tölti el az idejét, közben megírja a leckéjét, és hogy fejlődik, és azután megy haza, hát talán valamivel kevesebb időt tölt majd az internet előtt, ha semmi más haszna nem lenne, már ez is önmagában haszon. Ráadásul a mindennapos testneveléssel kiegyenesedik szegénykének a gerince, amely már-már meghajolt, amikor órákat ült a képernyő előtt. Ezért a délutáni nyitvatartást egyértelműen visszaigazolt a társadalom, hogy jól érzékeltük az igényt. Nos, a kollégák munkáját segítendő működésbe fog lépni még ebben az évben a szaktanácsadás rendszere, amely nem ellenőrző rendszer, hanem segítő, támogató rendszer, szakmai gazdája, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet helyszínen segíti konzultáció keretében pedagógusok munkáját. Be fog indulni a tanfelügyelet, az a fajta külső szakmai ellenőrzés, amelynek a szakértői képzése tavaly tavasszal kísérleti jelleggel megindult, lezárult a próba tesztelése a rendszernek, és meg kell, hogy mondjam, számomra is meglepetés volt, hogy mennyire pozitívan viszonyultak sokan, az a 700 pedagógus, akik átestek ezen a tanfelügyeleten, tehát azt a kutatási beszámolót, amit olvastam, azt igen jó érzéssel forgattam. Visszaigazolt az, hogy a szellem embere pontosan tudja, hogy nem azért mennek be hozzá ellenőrizni, mert most minden áron tetten akarják érni valami elkövetett hibáért, hanem azért, mert ellenőrizni, értékelni, díjazni akarják a munkáját, és szakértői szemmel megbeszélni. Most ezennek a tanfelügyeletnek egy fontos lépése, és erre épül rá az a minősítési rendszer, amellyel kapcsolatban megint szeretnék eloszlatni néhány tévhitet. Kedves kollégák, aki elhiszi azt a csacskaságot, hogy itt 20 ezer oldalnyi portfóliót kell feltölteni, az nem olvasta el a portfólióról szóló tájékoztatást. Tessék elolvasni, szó sincs ilyenről. Aki elhiszi azt a csacskaságot, hogy a visszamenőlegesen 20 év óravázlatait kell a portfólióba föltölteni, az megint önmagát árulja el, hogy nem nézett utána, hogy mit kell csinálni. Minden tájékoztatás fönt van a honlapokon, köznevelésben, sorozatban voltak, vannak és lesznek konferenciák. Semmi olyat nem kívánunk, ami ne illeszkedne bele abba a korszerű tudományosan megalapozott európai gyakorlatba, amelynek a célja mind a pedagógusi munka minőségének karbantartása, fejlesztés ellenőrzése és a minősítés újabb bérnövekvénnyel is jár, hiszen így állítottuk össze a pedagógus életpálya modellt, aki pedagógus kettőbe lépett, később mestertanárba lép, az több fizetést fog kapni, ennek a százalékos aránya pedig szintén rögzítve van a köznevelési törvényben. Tudom, hogy elég borzalmas, sokat kell olvasni ahhoz, hogy az ember tájékozott legyen, de minden alkalmat megragadunk ahhoz, hogy a tájékoztatást megadjuk, és mint mondtam, több mint 10 000 megválaszolt levél van mögöttünk, és megszámlálhatatlanul sok fórum. Hát most egy ilyen időszak van, hogy talán egy picit kevesebbet lapozgatjuk Tolsztojt, vagy Móricz Zsigmondot, vagy Márait, és egy kicsit többet olvasunk jogszabályt. Én is boldogabb vagyok, ha az elsőt tehetem, mint a másodikat. De hát az élet ilyen, hogy vannak olyan korszakok, főleg egy megújulásban felkészültnek kell lenni, mert különben jönnek a félreértések, félremagyarázások, az indulatok, a negatív érzelmek, amelyek boldogtalanabbá tesznek bennünket. Ha megismerjük, tudjuk, hogy mi a helyzet, mi a cél, akkor tudunk szakszerűen egymással érvelni. Nos, a hátralevő időben, a további évszázadunkban, a következő esztréfa volt persze, a következő feladatokat tudom felsorolni, hiszen ez is előadásom címe, hogy hogyan folytatjuk. Az első az, és akkor ezzel azt hiszem, hogy mindent elmondtam, hogy a megkezdett úton akarunk tovább járni, lényegében befejezni, megerősíteni azokat az intézkedéseket, amelyeket megtettünk. A Nemzeti Alaptanterv, mint mondtam, e tanévben indult, jövő tanévben folytatódik, a tankönyvrendszernek az észszerűsítése, minőségi javítása, átalakítása folytatódni fog, és valamennyi, amit említettem, ezt természetesen meg akarjuk tartani, azzal,
egy időben, hogy ahol kiderül, hogy valamit talán jobban kellett volna elgondolni, vagy jobban kellett volna, vagy lehetett volna szabályozni, természetesen nyitottak vagyunk minden vélemény meghallgatására, de nem úgy, hogy hetente hozzányúlunk a jogszabályokhoz. Most áprilisban országgyűlési választások lesznek, ezért a törvényalkotás munkája most leáll, vagy legalábbis lelassul, ezért törvénymódosításra a nyár vagy az ősz előtt nem nagyon kerülhet sor, nem is célszerű egy törvényt állandóan változtatni, és a nemzeti alaptantervet sem akarjuk újabb módosításnak kitenni, a törvényben azt foglaltuk, hogy 5 évenként vizsgáljuk felül a nemzeti alaptantervet, ezért egy stabilitást itt tudunk elérni, és azt hiszem, hogy ez jó. Mint említettem, a tanterem, tornaterem, uszoda és óvoda építéshez nagyon komoly programokat és pénzeket rendeltünk hozzá. Itt tantermet azért kell építeni, mert miközben fájdalom országos szinten apad a gyerekek létszáma, de a település szerkezet, a gazdasági szerkezet következtében vannak olyan gócok, főleg a nagyvárosok környékén, az agglomerációban, ahol a gyerek létszám meghaladja a tanterem lehetőségét, ezért ezek el fognak indulni, hogy szeptember 1-én minden kisgyereknek meg legyen a hely, ahová leülhet, és ez természetesen mindig hozzáigazítva a gyerekek létszámához. Hát ugyanígy a tornaterem, uszoda és óvoda építés is folytatódik sok milliárd összegben. A méréseket, a kompetenciaméréseket, amelyek hála az oktatási hivatal, a szakértő, tudományos rangot maguknak kivívott munkatársainak. Itt látom éppen az egyiket, csak nem akarom néven nevezni, mert személyi kultusz hibájába esnék. Valóban nemzetközileg elismerik, nos a mi kompetencia méréseinket kiegészítjük, már el is indult ez a folyamat azért a tartalom ellenőrzésével is, illetve beindítjuk az idegen nyelvi tudás szintmérését is. Ez már a készülőben levő jövő tanév rendjét szabályozó miniszteri rendeletben benne van. Sokszor elmondtam már itt is, megismétlem, hogy hozzáfogtunk és hozzáfogunk az érettségi felvételi rendszer felülvizsgálatához. Komoly szerepet szánunk itt majd a Nemzeti Pedagógus Karon belüli középiskolás tanárok közreműködő segítségének. Ez a munka még eléggé kezdeti stádiumban van, 2017-től kellene megújítani az érettségi felvételi rendszert. Nem volt erőnk, időnk, de ezt felmértük, nem is ígértük, hogy a művészeti neveléssel tematikusabban foglalkozunk, ez napi renden van. A művészeti nevelés az az ember lelkének a szépítése, az értelemfejlesztése szempontjából elengedhetetlen, nem véletlen, hogy már az ókori pedagógiában a 7 szabad művészet között, mint tudjuk, ott volt a muzika, ők is pontosan tudták, hogy a művészet nélkül az ember egy kicsit szikárabb, soványabb, kicsit szürkébb életnek van kitéve, és az értelmesen lesz talán olyan fejlett. A kollégiumokkal sem nagyon tudtunk foglalkozni, időszerű, hogy ezt is napirendre tűzzük, és természetesen folytatódik a tankönyveknek a felülvizsgálata. Én a kicsi órámon igyekeztem az időt követni, ez többé-kevésbé sikerült, úgy remélem, úgy látom. Befejezésül azt az összefüggést szeretném ismét megerősíteni, hogy tehát nem öncélú változtatásokról van szó, hanem a gyerekek és a magyar jövő érdekében így raktuk össze a különböző elemeket, puzzle elemeket, hogy mindez azt szolgálja, hogy műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb legyen a nemzetünk, mert egy ilyen nemzetben van igazán jó dolga a gyermekeknek is. Itt én szabadon interpretáltam egy kicsit a nagy előtt Krébersberg-Kurnó kultuszminiszter szavait, minden kedves kollégának azt kívánom, hogy sok öröme, sok boldogsága teljen a pedagógusi munkában. Bocsánat, kicsit elmaradtam a vetítéssel, és ez a zárókép, tiszta szívvel azt kívánom, hogy élvezettel, örömmel tanítsanak, és jó lelkiismerettel küldjék a legtehetségesebb tanítványaikat és a tanári pályára, hiszen innentől kezdve nem kell attól félni, hogy ez egy alacsony presztízsű pálya volt. Köszönöm a figyelmüket!
Tisztelt államtitkárasszony, kedves kollégák! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a konferencián. Tisztelettel kérnék mindenkit, hogy néhány másodperc erejéig a nyitó diámon látható, számomra oly kedves fotó közepére gondoljon oda valakit, vagy valakiket. Ha ezt megtették, akkor megköszönöm Önöknek. Gondolkoztam azon, hogy a nyitó dia közepére rakjak-e valakit, de úgy gondoltam, hogy ezt Önök el fogják dönteni, akár a saját gyermeküket, akár az egész osztályukat, intézményvezetők remélem az egész iskolájukat, a tankerületi vezetők az egész tankerületüket, és nem folytatnám-e sort, bizonyosan van, aki az egész köznevelés egészét oda helyezte e nyitó gondolatok bevezetéseként. Az államtitkár asszony gondolatait folytatván az elmúlt évek és azon köznevelésfejlesztési stratégia, amelynek véleményezési határideje az Önök számára a mai napig tart, alapelveit szeretném jelezni, ezzel talán egyfajta folytonosságot is mutatva, hogy annak a 14-20-as EFOR fejlesztési stratégiának az alapelvei azok teljesen mértékben összefüggnek és visszaköszönnek az elmúlt 4 év alapelveivel, így a nagyobb állami szerepvállalással, az egységesebb magas minőséggel, a köznevelés közszolgálati szerepének erősítésével, az iskola nevelő szerepének, a nevelés és az oktatás egyensúlyának a hangsúlyozására, a lelki-szellemi és a testnevelés egyensúlyának biztosítására. Államtitkár asszony számos olyan mozdulatot mondott az elmúlt évek fejlesztéseiből, amely ezt tükrözi, és természetesen a pedagógus pálya presztízsének helyreállítása, amely tekintetében azt gondolom nagyon jelentős eredményekről beszélhetünk. Összességében a méltányos, igazságos, eredményes és hatékony köznevelés további megteremtése, megerősítése a célunk. Ezen alapelvek mentén folytatván azokat a eredményeket, amelyekről szólhatunk. Én egy, tudom, nagyon kényes területről szeretnék szólni, és nem a közönés fejlesztés további lépéseiről, illetve a stratégiáról szeretnék itt Önöknek beszámolni, hanem az eddigi eredményekről. Nézzük meg, hogy a fenntartás, működtetés, finanszírozás vonatkozásában egy kicsit külön az állami és nem állami területről mit és milyen formában mondhatunk el. Tudom, tisztában vagyunk vele, hogy vannak olyan önkormányzatok, vannak olyan települések, amelyeknél az általános iskolák, középiskolák szakképzés fenntartása nem okozott akkora problémát, mint más kisebb településeknél. Ezzel együtt azt gondolom, az, hogy az állami fenntartás kiterjed arra az intézményhálózatra, amely a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ egészét érinti, mindenki számára egy átlátható, biztonságosabb környezetet teremt. Tankerületi igazgatóként volt szerencsém 1 évvel ezelőtt megtapasztalni azt, hogy a különösen kis települések és bizony más, akár nagyobb település is milyen biztonsági érzetet mondhatott magának, amikor az állami intézmény fenntartás megjelent. Az, hogy bizonyos településeken, Önök pontosan ismerik a 3000 fős létszámhatárt, a működtetés és a fenntartás szétválása milyen örömöt, eredményeket vagy épp nehézségeket okozott, azt gondolom helyi szinten számos olyan dolog van, amelyet célszerű megvizsgálni, célszerű kezelni. Amikor ez a program ilyen formában elindult, akkor elég sokat hangsúlyoztuk, hogy úgynevezett új típusú együttműködésekre van szükség. Az iskola ott maradt a településen, továbbra is a város iskolája, a város intézménye. Azt gondoljuk, és nagyon sok pozitív példát látunk erre vonatkozóan, hogy a települések kiegészítik, segítik azt az állami fenntartást, amelyet az állam garantál. Ezzel nyilván adott esetben jobbá válhat ezeken a településeken az intézmények sorsa, élete, de ahol erre nincs erő és nincs lehetőség, ott is teljes biztonsággal tudnak működni az intézmények. Hogy a ketté választásnak vannak nehézségei, ezt tudjuk, de közben azt is tudjuk, és itt is én is méltatnám a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ e tekintetben végzett munkáját is, hogy számos megállapodással rögzítették a problémák kezelésének módját. Szeretnék kitérni a finanszírozás vonatkozásában az állami, illetve nem állami területre is. Ugye a fő elv a köznevelési törvényből megfogalmazva úgy hangzik,
hogy a nem állami finanszírozás alapelve az az állami finanszírozással azonos és egységes legyen. Ezen az ősz során nagyon sokat dolgoztunk, a teremben ülő kollégák közül sokakkal számos egyeztetést tartottunk, melynek eredményeként megszületett az a jogszabály, amely rögzíti ennek a formáját. Nagyon leegyszerűsítve ugye azt mondhatjuk, hogy ha az állami rendszerben egy általános iskolában tanító pedagógusra 11,3 diák jut, akkor az állam a nem állami rendszerben az ottani pedagógusokat is ezen logika mentén, ezen arányszám mentén finanszírozza. Nyilván az arányszámok meghatározása nem egy egyszerű folyamat. Ebben a folyamatban mi nagyon sok segítséget kaptunk a különböző tárcáktól, önöktől. Befogadtuk azokat a javaslatokat, hogy milyen módon kell ebbe a rendszerbe a különböző intézménytípusokat szétválogatni, mire kell odafigyelni, és a visszajelzések alapján én azt gondolom, hogy ma itt egy megnyugtató és mindenki számára biztonságos arányszámok és biztonságos finanszírozás jött létre, ami azt jelenti, hogy az egyházi fenntartók, a nemzetiségi önkormányzatok, a nem állami fenntartók számára is biztosított az a finanszírozás, amely az általuk vállalt feladatok megoldását segíti. És hát kiemelném azt is, hogy rendkívül fontos számunkra a kistelepülések intézmény rendszere is. Minden gyermek fontos, minden gyermek érték. Ezért azokon a kisebb településeken, több ilyen van az országban, ahol korábban nem működött intézmény, a Tébrezbeg Intézmény Fenntartó Központ égisze alatt sikerült az intézményeket újraéleszteni és biztonsággal működtetni, fenntartani. Tudjuk, hogy a legnagyobb állami fenntartó szervezet egy új szervezet. Ennek valóban egy éves születésnapját ünnepelvén azt gondolom, hogy ha önök arra gondolnak, hogy a saját intézmény rendszerükbe, ha ez egy kisebb óvoda vagy egy nagy szakképző intézmény, de ott egy új szervezeti rendszert kell kiépíteni, egy új feladatra vonatkozóan egy szervezeti egységet kell beépíteni, az sem megy egyik napról a másikra. A Tébrezbeg Intézményi Fenntartó Központnak azzal együtt, hogy biztonsággal fel kellett vállalja azt, hogy ennek az egész rendszernek a működtetését, finanszírozását, fenntartását elvégzi, az önmaga szervezetét is ki kellett építeni. Ebben a szervezetépítésben önökkel együttműködve, a tankerülettel együttműködve azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Végig kell gondolni ennek a rendszernek, és folyamatosan monitoringozni kell azokat a döntési szintjeit, amely döntési szinteken önök is ott vannak, a tankerületek is ott vannak, a Tébrezbeg Intézmény Fenntartó Központ központi szervezeti egysége is ott van, és valóban meg kell nézzük azt, hogy melyek azok a döntési pontok, amely döntési pontokat ebben a struktúrában hova lehet és hova kell telepíteni. Ebben egy folyamatos párbeszéd van az intézmények és a tankerületek, a tankerület és a központ és a tárca között. Azt gondolom, folyamatosan javul az az ellátórendszer, az a segítőrendszer, amely az önök munkáját támogatja. A sok kritika érte a Tébrezbeg Intézmény Fenntartó Központot a tekintetben, hogy az intézményi önállóság sérült, az intézményi önállóság, az intézmény vezetők mozgástere az szűkült. Én azt gondolom, 15 évig intézményt vezettem, hogy ha összevetjük az elmúlt évek intézményvezetői feladatait és a mostani intézményvezetői feladatokat, akkor bizonyos területen a Tébrezbeg Intézmény Fenntartó Központ pontosan egy szakmai biztonságot, egy szakmai segítséget tud adni és kell, hogy adjon az intézményvezetőknek, és nem arról van szó, hogy az önállóság tekintetében és a szakmai munka tekintetében bárki sérteni akarná az intézmények munkáját. Nagyon komoly lehetőség rejlik abban, hogy az intézmények, intézményvezetők között, a tankeretek között olyan együttműködések legyenek, amelyben az egymástól való tanulás elvét tekintve számos segítséget tudnak adni egymásnak az intézmények. És a végre hagytam, de talán az egyik legfontosabb mozzanatnak gondolnám a köznevelés egészében azoknak az egységes eljárásoknak a kidolgozását, amelyet valljuk meg, hogy az elmúlt 20 évben intézményi szinten nem tettünk meg. Ha ma valaki bemegy egy olyan
helyre, ahol akár egy hivatali ügyet akar magának intézni Magyarországon, akkor ennek megvannak a külön nyomtatványai, megvan a külön rendszere, és bármelyik kormányablakban, bármelyik hivatalban azonos eljárással találkozik. Ha bemegyünk egy intézménybe szülőként, és azt mondjuk, hogy vendégtanuló jogviszonyt akarunk létesíteni a gyermekünkkel, akkor nem biztos, hogy az intézményvezető tisztelet a kivételnek, ahol ez megvan, azt üdvözöljük, és kérem, hogy adják tovább a KLIK központnak, hogy akkor ezt már kidolgozták, és ezt akkor már lehet szétteríteni az országban, de nem vagyok benne biztos, hogy minden intézmény rendelkezik ma azzal az eljárásrenddel, azzal a dokumentációs renddel, amellyel egy szülőt azonnal tudja segíteni abban a folyamatban, hogy az ő gyermeke milyen, hogy válhat vendégtanulóvá az adott intézményben, ehhez milyen nyomtatványokat kell kitölteni, és hogy tud ez a folyamat végigmenni. Tehát amikor egységes eljárásokról beszélek, ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy minden iskolának egyformának kell lenni, és minden iskolának ugyanolyan pedagógiai programjának kell lenni, szó sincs erről, sőt, viszont azokról a folyamatokról, azokról a szülőket, gyerekeket érintő diákigazolvány, vendégtanuló jogviszony, és így tovább sorolhatnánk sok-sok ilyen területet, amely az intézmények munkájához, a szülőkkel való, diákokkal való kapcsolattartáshoz hozzájárul. Azokhoz a folyamatokhoz azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a rendszerben ezek a szabályozások megszülessenek, és ezekkel a szülők, a diákok javát szolgáljuk. A múltra visszatekintvén és picit a jövőről is szólva, DIA kapcsán nem találós kérdést és matematikai feladványt kívánok a kedves kollégáknak feladni, bár a 40-ig még talán ki lehetne találni, hogy ugye a páros számokat tekintve bizonyos logika van abban, hogy hogy növekednek ezek a számok, a 61-et pedig különösen magyaráznom kellene. Nyilván mindenki rájött arra, hogy itt az intézményben töltött időről beszélünk, a nevelésről, oktatásról, lekötött munkaidőről, az intézményben való bentartózkodásról, és bizony ki kell mondjuk, kedves kollégák, hogy egy munkaidőről és a munkaidő fölötti órákról is beszélünk. Én ennek szeretném némi részletezését most megtenni. Sokszor és sokáig elmondtam, itt is megteszem, hogy azt gondolom, hogy a gyerekekkel az intézményben lehet foglalkozni, és ott is kell foglalkozni. Ebből adódóan a társadalom számára, a pedagógus társadalom, ha azt üzeni, hogy ott van az iskolában, és 32 órát a gyerekek nevelésével, fejlődésével, fejlesztésével foglalkozik, az egy jó üzenet. És sokkal jobb üzenet, mint amit eddig üzentünk a nem pedagógus társadalomnak, miszerint 22 kötelező órából, ha valaki osztályfőnök volt és munkaközösségvezető, akkor csak 20 óra kötelezője volt, azaz úgy érzékelték, hogy valakinek feladatnövekedése volt, de közben kevesebb időt kellett az intézményben tölteni, tehát akit az intézmény vezetője azzal áldott meg, hogy a két feladatot számára biztosította, ő azzal a kedvező helyzettel élt, hogy hát bizony hetente csak 20 munkaórát kellett az intézményben eltölteni. Tudom, hogy ez egy kisarkított megfogalmazás volt, de ez a társadalomból érkező megfogalmazás volt. Most mit tudunk üzenni a társadalomnak? Hogy a pedagógusok 40 óráját lekötöttük feladattal. Kedves kollégák, az pedagógusok ezt eddig is tudták, de ki kell mondjam, a társadalom bizonyos szereplői sajnos az előző megfogalmazást részesítették előnyben, úgyhogy én azt kérem önöktől, hogy a társadalom egésze számára legyenek büszkék arra, hogy önök is kitöltik, bizonyosan tudom, hogy ennél többet is, de kitöltik ezt a bizonyos munkaidőt. Miért került ide ez a 61 óra? Az önök számára a 26 óráig való foglalkoztatás és a 32 óráig való foglalkoztatás teljesen egyértelmű és a jogszabályokban rögzített. A már említett 326-os foglalkoztatási rendelet szól arról, hogy mi az a többletidő, amely többletidőre önöket ugye legfeljebb 30 napig és legfeljebb 2 órára az intézményvezető helyettesítési feladatra oszthatja be ezen számokat meghaladóan. Nyilván ennek is van egy korláta, ami azt jelenti, hogy ha 61 órát eléri, tehát a 30x2-t eléri, akkor már bizony nehéz helyzetbe kerülhet az intézményvezető, hisz lehet, hogy nincs olyan szakember, aki ezt a feladatot ellássa, lehet, hogy van olyan kolléga, aki tartósan távol van az intézményből, és bizony a feladatot akkor is meg kell, hogy oldja. Ezért született az a döntés, hogy a 61. óra fölött
a önök számára a többlet tanításért járó óradíjat, azt ki kell, hogy fizessék. Ez a magyarázata ennek a bizonyos 61. órának, tehát szabályozza a foglalkoztatási rendelet azt, hogy milyen formában kell mindezt kezelni. Tudjuk, hogy ezek az órakeretek az intézményekben jelenleg komoly eltéréseket mutatnak. Én arra biztatom mind az intézményvezetőket, mind a tankerületi vezetőket, hogy az intézményi munka megszervezésénél lehetőleg körültekintően és nagy a kollégákkal egyeztetve az arányos munkaterhelésre, a feladatok arányos elosztására figyeljenek. Az előmeneteli rendszer bevezetéséről államtitkár asszony számos mozdulatot elmondott, és magáról a minősítési rendszerről hallanak majd ma egy részletes előadást. Én itt csak azzal a gondolattal állnék elő, hogy igen, tudjuk, nagyon jó lett volna, hogyha az ország 140 ezer pedagógusát az 5 oszlopban megnézve mindenki a saját önértékelése, a saját vágya szerinti oszlopába kerül be. Egy rendszert valahol el kell indítani, meg kell lökni azt a dominót, amely ezt a rendszert elindítja. Maga a rendszer indítása azzal, hogy a valamennyi pedagógus bekerült a pedagógus egybe, és ott azért nyilván az eddigi életút és tapasztalat szerint differenciáltan, megteremti annak a lehetőségét, alapját, hogy ez a rendszer innét tudjon elindulni, és bizonyos idő elteltével kezdjenek föltelni a további rubrikák is. Tessenek végig gondolni, ennek a rendszernek az indítása nem történhet egy gomnyomásra úgy, hogy azonnal a Mester 8-ba kerüljenek a kollégák. Ennek a folyamatát be kell indítani. Mi azon vagyunk, egy projekt segíti ezt a munkát, és a tárca azon van, hogy ez a folyamat lehetőleg elinduljon, és valóban a pedagógusok a szakmai munkájuknak megfelelően kerüljenek majd minősítésre, értékelésre, és a kiemelkedő munkát végzők mielőbb a megfelelő rubrikába tudjanak bekerülni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy már az a helyzet, amelyet a pedagógus társadalom az előmeneteli rendszer bevezetésétől kapott, az valamennyiük számára egy kedvező helyzetet teremtett. Egy picit más oldalról közelíteném meg azokat a folyamatokat, amelyek itt az intézményekben és az intézmények körül zajlanak, mint hogy most külön beszélnék a egymással összekapcsolódó területekről. Melyek azok a szervezeti lehetőségek, amely szervezeti lehetőségekkel önöknek azt gondolom jó, ha élnek? Intézményekben kiváló munkaközösségek működnek, kiváló intézmények közötti együttműködéseket mondhatunk, de bizony vannak olyan hiányterületek, és azért hoztam ide ismételten a tankerületeket, amely hiányterületeket nem tudtak kezelni az intézmények, pontosan a kisebb méretük miatt. Én arra biztatnám önöket, hogy éljenek azzal a lehetőségekkel, hogy a kisebb tankerületben, tankerületi szinten hozzanak létre szakmai műhelyeket, szakmai közösségeket, akik több iskolából jönnek létre. Nagyobb tankerületben biztatnám önöket arra, hogy az intézményekben lévő munkaközösségek vezetőiből hozzanak létre szakmai közösségeket. Biztatnám önöket arra, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar létrejötte után figyeljenek arra oda, a törvény erre önök számára lehetőséget ad, hogy különböző szakmai tagozatokat hozzanak majd létre a Nemzeti Pedagógus Kar égisze alatt, és nyilván ezeknek a szakmai tagozatoknak a már előbb említett szervezeti formákkal együttműködve meg kell teremteni azt a lehetőséget kistelepülési, nagytelepülési, országos szinten, hogy a pedagógus társadalomnak az igazán a szakmáról, a pedagógiai fejlesztésekről szóló tudását valamennyien hozzá tudjuk adni ahhoz a folyamathoz, amely a köznevelés fejlesztésének és a köznevelés egészéhez szól. És azt gondolom, hogy mindehhez társul a szaktanácsadás és tanfelügyeleti rendszer is, hisz mindezek a folyamatok együttesen kell, hogy majd működjenek. Úgy vélem, hogy azok a lehetőségek, amelyek most a fejlesztések folyamatában kialakultak, az önök számára olyan újabb szervezeti lehetőségeket teremtenek meg, amely valamennyiünk számára kedvező lehet, hogyha ezekkel élnek. Ezen a dián ott hagytam még egy szó
összetételt, ez a pedagógus etika, majd azt gondolom, hogy azért nem lóg ki ezen gondolatokból, hisz pontosan a Nemzeti Pedagógus Kar feladataként kell majd ezen területtel is foglalkozni, amelyel egyébként önök nap mint nap foglalkoznak az intézményekben, az e körüli ténykedés, tevékenység minden nap megtörténik. A Nemzeti Pedagógus Kar, illetve majd azok a szerveződések, amelyek ezen belül létrejönnek, ezt a területet is azt gondolom, hogy pontosan egy újabb szervezeti lehetőségként is meg tudják élni, és ha ezen a területen is előrébb tudunk lépni, én biztos vagyok benne, hogy ez is kedvezően tudhatni a szakmai munkára, a szakmai együttműködésre. Tanulók, szülők számára mi az, amit jelenthetett az elmúlt fejlesztések időszaka? Én azt gondolom, hogy nagyon sok intézményben, ahol ezek a gondolatok, és itt csak néhányat emeltem ki, de megvalósult, ott bizony, hál' Isten, minden örömtelien ott volt. Hát ahol nem, ott azért a fejlesztések sora, folyamata felhívta az intézmények számára is, odaadta azt a lehetőséget, hogy a délutáni foglalkozások során próbálja meg az ő intézményi kínálatát, a pedagógiai programját sokszínű tartalmakkal feltölteni. Megint csak a tankerti rendszerben, az együttműködésekben azt gondolom, hogy számos olyan lehetőség van az önök számára, amellyel ezt a folyamatot is tudják fejleszteni. A köznevelési törvény 6-os számú melléklete megszüntette azt a hiányt a magyar köznevelés egészében, ami arról szólt, hogy egy iskolának, ha a szakmai programjait összeállította, elkészítette a pedagógiai programját és biztosított különböző órakereteket a különböző szakmai programjaihoz, és ha ott bizony a közoktatási törvény órakeretére megyünk vissza, akkor egy elég szűkös keret volt arra, hogyha egy iskola számos kínálattal élt volna, vagy szeretett volna élni a diákok, szülők felé, ez bizony elfogyott, és egy idő után azt kellett mondani az igazgatónak, hogy nem tudom biztosítani a gyerekek számára azt az adott fejlesztést, vagy azt a szakkört. Ha megnézik a köznevelési törvény 6-os mellékletének a diákok számára fordítható órakeretét, akkor bizony az iskolák pedagógiai programjának a tervezési szakaszában, figyelembe véve a NAT és a kerettantervek előírásait, bizony ezekben az órakeretekben egy jelentős fejlesztés, jelentős növekedés állt be, tehát önök bőven be tudták tervezni remélhetőleg azokat a kínálataikat, amelyek a szülők számára megnyugtatóvá tették az önök intézményének a működését. Nyilván ehhez hozzá kellett rendelni, és hozzá kell rendeljék a humán erőforrást, az erre vonatkozó szabályozás is ott van az önök számára. Tehát én ebből adódóan mondom azt, és talán lehetünk optimisták, hogy az iskolák tartalmi kínálata, annak ellenére, hogy a kerettantervek miatt sokan úgy gondolták, hogy ez egy szűkítést jelent, ugyanakkor másik oldalról pontosan olyan lehetőséget kaptak az intézmények, amelyekkel élve ezt a kínálatot ők színesíteni tudták. Ezzel együtt, és pontosan a délutáni foglalkozások, az általános iskolák, de nyilván középiskolák vonatkozásában is, remélhetőleg az iskola újra egy közösségi élettérré tud válni. A diákok, a kollégák nem azt keresik, hogy hát kettőkor már igen elmehetünk és nem törődünk egymással, hanem igenis egymásra talál a szülői közösség, a diák közösség, a pedagógus közösség, és az iskolai lét egy jól kihasználható, elérhetjük azt a pozitívumot, hogy a gyerekek szívesebben, örömtelibben járnak iskolába. Itt jegyzem meg államtitkár asszony előadásához csatlakozva, gondolom azt még nem lehet kimondani eredményként, tegnapi hír, hogy öregszik a Facebook, amit, ha jól tudom, úgy kell értelmezni, hogy a Facebookot használó fiatalok száma csökken, és a 45 év fölöttiek viszont rákaptak a Facebookra. Hát hogyha most e hír és a délutáni foglalkozások bevezetése között koherenciát akarnék teremteni, bár ez egy nemzetközi hír, szeretném jelezni, akkor akár már azt is mondhatnám, hogy eredményt értünk el, hisz a délutáni foglalkozások bevezetésével öregszik a Facebook. Azt gondolom, hogy két hírt remekül össze tudják kapcsolni. És nyilván ezzel együtt a biztonságos iskola és a gyerekek biztonsága is valamennyiünk számára, mint fontos terület javul, és mind a szülők, mind a tanulók számára ez is bizony előnyt jelent. Szeretném felhívni a kedves kollégák figyelmét, hogy a diákok, kollégák, szülők számára esélyteremtő szolgáló
köznevelési támogatások az ugyanúgy megvannak a rendszerben idén is, ahogy a korábbi években voltak. Szeretném felhívni a különböző pályázati lehetőségekre a figyelmüket, a Nemzeti Tehetségprogram pályázataira, futó, most kiírt pályázatokra, az Arany János programok működésére, beiskolázási időszakban. Kérném, hogy mindenki a saját szintjén végezze el azokat a tájékoztató feladatokat. Nem egyszer hallani középiskoláktól olyan érvet, hogy hát sajnos nekünk kellett oda menni az általános iskolába és tájékoztatnia. Ez persze rendjén van, de a középiskola nélkül az általános iskola nem tudott bizonyos programokról, bizonyos pályázati lehetőségekről. Én hadd biztassam és hívjam fel a figyelmüket azokra a programokra, amely programok a közlemési rendszer egészét érintik, és amelyekről kérném, hogy tájékoztassák kollégáikat, a szülőket, a diákokat, hisz ezek a programok csak akkor lesznek hasznosak, hogyha diákok, kollégák feltöltik az ő igényeikkel, és ezek a támogatások, ezek a pénzek oda jutnak azokhoz az intézményekhez, és azokhoz a gyerekekhez, ahol erre szükség van. Minden egyes dián egy-egy gondolattal e területen az elmúlt évek, hónapok eredményeit is jelzem. Hát eddigára e vonatkozásban a kisiskolák fenntartási és működtetési feladatainak átvállalása, a még nem említett, de bevezetett HIT programoknak az eredményét szeretném hozni, illetve a felzárkóztatási programok indítását, megtartását, mint esélyegyenlőséget elősegítő intézkedéseket. Picit nézzük meg azt a területet, amely az intézmény világát körülöleli. Most, ha valaki kritikus akarna velem lenni, akkor azt mondaná, hogy a képen látható kiskocsi az ezévi tankönyv ellátásra utal. Azért jelzem, hogy ennél sokkal sikeresebb volt az ezévi tankönyv ellátás, és nem ilyen minőségű járművekkel szállították ki a tankönyveket. Kedves kollégák, sok előnyéről beszélhetünk az elmúlt évek közleléséről. Egyet hadd mondjak, azonnal készen áll az ország közlemelésének 60%-áról, 60-70%-áról minden információ. És azt hiszem, hogy ez mind a közlemelés irányítóinak, mind a sajtónak, mind az egész közvéleménynek egy kedvező helyzet. Tudnilik a Klebersberg intézmény fenntartó központon keresztül azonnal lehet látni, és azonnal eljutnak az információk mindenhova, hogyha egy kis településen egy tankönyv az 3 nappal, nehogy is 3 héttel később került ki. Valamennyien tudjuk, hogy az elmúlt években is előfordult ilyen, csak épp sehova nem ment jelzés, legfeljebb az önkormányzathoz, és ott a mikrokörnyezetben láttak napvilágot ezek az információk. Ha egy intézményben bármiféle gond, probléma adódott, akkor az a probléma ugyancsak ott abban a mikroközösségben látott napvilágot és kapott orvoslást. Ma, ha egy ilyen történik, az abban a pillanatban bekerül az országos rendszerbe, az országos közvéleménybe. Ha tetszik, ez is előny, de azért hadd kérjem, hogy ebből ne általánosítsunk. Nyilván kedvező helyzet, hogyha ezeket a problémákat látjuk és ezeket a problémákat tudjuk kezelni. A tankönyv ellátásból, a tankönyv terjesztés vonatkozásában egy folyamatos párbeszéd zajlik az intézmények és az ellátó szervezet között. Tudjuk, hogy ennek voltak hiányosságai, ugyanarról kell szóljak, mint a Klebersberg intézmény fenntartó központnál, hogy egy saját szervezet építésével is zajlott, és közben a feladat ellátást is meg kellett oldani. Mindezt figyelembe véve én azt gondolom, hogy egy kedvező eredményt mondhatunk és tudhatunk magunk mögött, és pontosan látjuk, monitoringoztuk azokat a hiányosságokat, amely hiányosságok voltak ebben a rendszerben, és az ellátás vonatkozásában mindezt a következő tanévre igyekszünk orvosolni, javítani. Nagyon remélem, hogy valamennyi intézmény az új tanév vonatkozásában, illetve a naptári év vonatkozásában, eszközök és beszerzések vonatkozásában a Klebersberg intézmény fenntartó központnál, bár tudjuk, hogy némi bő tartalommal, de azért egy olyan igénylő lista került ki az intézményekbe, amely alapján mindezeket a rendeléseket meg tudják tenni. Visszautalnék azon gondolataimra, amikor azt mondtam, hogy a magyar köznevelésnek az egységes eljárásain bizony dolgoznunk kell, és itt van még mit tenni.
Amikor arról beszélek, hogy egy adminisztráció, milyen adminisztrációs rendszerek és hány van a magyar köznevelésben. Azt hiszem, hogy valamennyiünknek fontos feladata és érdeke lenne, egy kisgyerek belép egy rendszerbe, ott kap egy azonosító számot, akkor ezzel az azonosító számmal a szülő, a diák, a köznevelés irányítása, mindenki biztonsággal tudhatja, hogy ez a tanuló a különböző mérésekben tud szerepelni, ez a tanuló a különböző igazolványrendszerben, a különböző nyilvántartási rendszerekben tud szerepelni, és ezt nem kell minden évben újra az iskolai titkárnak, vagy a nem tudom én kinek az intézményben berögzíteni. Addig, amíg az elmúlt években az ilyen adminisztrációs rendszerek gyakorlatilag szabályozatlanul, helyi döntések alapján működhettek, bizony előfordult, hogy két egymástól 3 kilométerre lévő településen teljesen eltérő adminisztrációs rendszert használtak, és közben lehet, hogy egy olyan adatra volt szükség a valahol valakinek, amely adatot egyik rendszer sem tudta szolgáltatni. Én csak azt szeretném jelezni az önök számára, hogy az a cél és az a szándék, hogy ezeket a rendszereket egységesítsük, a magyar köznevelés megint csak eljárásrendjén és adatszolgáltatásának egészén keresztül legyenek olyan intézményi adminisztrációs rendszerek, amely intézményi adminisztrációs rendszert az intézmény típushoz illesztve mindenki jól és hasznosan tudja használni. Ezek olyan adatokat szolgáltassanak egy országos rendszernek, a közoktatási információs rendszerének, amely bizony segíti a tervezést, segíti az adatszolgáltatást. Ezt ki kell mondjuk ma, hogy bizony van némi hiányérzetünk ezen a területen, abból adódóan, hogy ezek a rendszereket nem sikerült összeilleszteni, ezek a rendszerek még különbözőek voltak eddig. E tekintetben egy komoly előrelépés történt, azt gondolom, hogy ebben a tanévben. Ezúton is köszönjük azoknak az intézményeknek a munkáját, akik ebben a migrációs folyamatban részt vettek, akik átállították a saját rendszereiket. Van még, mit ezen fejlesszünk, és azon leszünk, hogy a későbbiekben, hangsúlyozom, a köznevelés körüli ellátó rendszert e tekintetben is javítsuk és fejlesszük. Következő terület, amiről szeretnék szólni, hogy hol tartunk a jogalkotás folyamatában. Államtitkár asszony jelezte, hogy nyilván a közelgő parlamenti választások tekintetében a törvényhez nagy változtatásokat nem tervezünk, sőt, jelezzük, hogy semmilyen változtatást nem tervezünk. Ezzel együtt vannak olyan rendeletek, amely rendeleteknek a koherenciájának a megteremtésén dolgoznunk kell. Bizonyosan önök is találtak ilyet, és köszönjük egyébként ezeket az észrevételeket, érkeznek ilyenek a tárcához gyakorta, hogy a bizonyos okok miatt az egyik jogszabály az előrébb halad a jogszabályalkotás során, a másik néhány hónappal lemarad. Nyilván ezeket folyamatosan figyelni kell, hogy két példát mondjak. A köznevelési törvény megjelenése után ugye a legfontosabb az intézmények működéséről szóló 20-as rendeletnek a megjelenése volt. Ez a 20-as rendelet elkezdett szabályozni bizonyos területeket, például a pedagógusok minősítése, tanfelügyelet vonatkozásában is hozott szabályozási elemeket. Időközben megjelent a 326-os foglalkoztatási rendelet számos ilyen elemmel. Ezeknek a, és új javaslatokkal, új ötletekkel, ezeknek a jogszabályoknak a koherenciáját kell, hogy megteremtsük. Nagyon nagy változások nem lesznek, de olyan változások, amelyek különböző fejlesztésekből adódóan, illetve az egyes jogszabályoknak a már említett koherenciája miatt szükségesek, ezeket fogjuk megtenni. Tehát felhívom a figyelmüket arra, hogy a következő mondjuk 2 hónapban, másfél hónapban ennek a két jogszabálynak a leginkább technikai jellegű és kiegészítő jellegű változására számíthatnak. Nyilván majd ezről tájékoztatjuk önöket, és kérnénk, hogy ezeknek a, amennyiben szükséges az intézmények életében történő átvezetését tegyék meg. Ugyanezt tudom még elmondani a tankönyv törvényre vonatkozó szabályozással is. Elkészült a tankönyv törvény után az a kormányrendelet, amely kormányzati szintről kormányrendeletként számos területen szabályozza a tankönyvkiadás, tankönyvellátás rendjét.
erre vonatkozóan dolgozunk a miniszteri rendeleten. Ennek a miniszteri rendeletnek a megjelenése is még számos olyan segítséget, információt ad majd önök számára, szintén az elkövetkezendő másfél hónap történése vonatkozásában, amely segíti majd ezt a folyamatot. A Nemzeti Alaptanterv néhány területen történő módosítása szintén elsősorban technikai jellegű volt, illetve a társadalmi szervezetek véleményezése miatt került sor erre a módosításra. Ez a napokban megjelenik majd, kérném szintén a figyelmüket e tekintetben. Dolgozik a tárca az érettségi vizsgakövetelmények új NAT-hoz való igazításán. Ez tekintetben is, amikor már az önök tájékoztatási szakaszába érünk, nyilván meg fogjuk tenni, és ugyancsak a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgyak követelményeinek kidolgozása szintén zajlik, és a már más vonatkozásban említett stratégiát itt is jelzem, hogy a köznevelés fejlesztési és a korai iskola elhagyás elleni stratégián dolgozunk. Ezeknek az anyagai közül a köznevelés fejlesztési stratégia már társadalmi egyeztetésen van. Kedves kollégák, nem visszaélvén az önök idejével, egy olyan záró diákkal készültem önök felé, amely mondatokat persze most találós kérdésként föltehetnék, hogy egyetértenek vele vagy sem. Én nagyon remélem, hogy igen, milyen intézményt szeretnének önök a saját intézményük minősítéseként, vagy ha szülőként kérdezzük meg önöket, hogy a gyermeküket milyen intézménybe szeretnék járatni, ahol teljesülnek ezek az elvek, ahol ezeket a célokat tudjuk megfogalmazni. Nem árulok el titkot, remélem többen észrevették, a köznevelési törvény alapelvei és célrendszere olvasható ezen a dián. Én arra hívnám fel az önök figyelmét, és biztatnám önöket, hogy otthon az intézményeikben időnként tegyék azt meg, hogy a kollégáikkal közösen az aktuális célokról, az aktuális jogszabályalkotási folyamatról beszélnek, értelmezik. Amikor az önök intézményében épp egy szakmai fejlesztés kerül napirendre, ilyen elég gyakran van, akkor kérem önöket és biztatom arra, hogy vegyék elő ezeket az ismereteket, nem bántva a pedagógus társadalmat, de bizony időnként érzékeljük azt a hiányterületet, hogy a kollégák nem mindig látják és tudják, hogy milyen információval kellene, hogy rendelkezzenek. Én kérem önöket a munkában való segítésben, jelzem, hogy ezen gondolatok, amelyet ezen a dián olvashatnak, szintén a köznevelési törvényből valók, jól hangzó és azt gondolom valamennyiünk számára betartandó gondolatok az intézmények pedagógiai kultúrájára, a gyermekeink tanulók fejlődésére vonatkozóan megfogalmazott elvárások. Azzal a gondolattal zárom előadásomat, amely gondolatot, ha visszafele nézünk, akkor azt gondolom, hogy rendkívül fontos az a tartalom, amelyet a köznevelés, a gyerekek, az intézményekben, mint felhalmozott tudást közvetít. Rendkívül fontos az a módszertan, amelyet a pedagógusok a saját repertoárjukban használnak, de azt gondolom, egyetértvén ezen idézettel, hogy a legfontosabb mindebben a tanár személyisége. Én azt kérem önöktől, és remélem, hogy egyetértenek ezen gondolatokkal, hogy mindezen gondolatok mentén segítsék a kollégáik, az intézmények munkáját együttműködve a későbbiekben is. Köszönöm szépen, hogy mind a tárcával, mind egymással, mind az egész köznevelés valamennyi szereplőjével együttműködve valamennyien azon munkálkodhatunk, hogy szebb és biztonságos jövője legyen gyermekeinknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.